Székesfehérvár számára a megújulást, az újjászületést jelentette a barokkor. 1688. május 19-én csaknem másfél évszázados török uralom alól szabadult föl Székesfehérvár. Az 1686-os tűzvészt és a majd két esztendős zárlatot és ostromot megelőző évtizedekben még eleven virágzó város a felszabadulás napját igen szomorú állapotban élte meg. A középkori alapokon azonban ezután pompás barokkváros született. Az 1710-es évek második felétől számíthatjuk az új barokk Székesfehérvár épülését. A meginduló fejlődés egyik első példája a városháza szobordíszes kapuzata lett, a barokk művészet gyöngyszemei pedig a belvárosi templomok. Ez a század alakította ki a történelmi belváros ma is élő arculatát, meghagyva az utcák szelíden kanyargó ősi vonalát, amelyeket szűk sikátorok és terek kapcsolnak egymáshoz. Thank you.